Pőrös Edit doktornő és Mohai Gábor ül itt velem a stúdióban. Nagyon köszönöm, hogy eljöttetek és beszélgethetünk. Különleges nap ez a mai. Én azt hiszem, hogy egyrészt azért, mert Angelika anya ezen a napon indította el a média missziót Amerikával. Másrészt azért, mert ez is különleges, hogy vasárnapra esik ez az adománygyűjtő napunk, de én azért nagyon köszönöm, hogy ezt a vasárnapi estéteket így arra áldoztátok, hogy eljöjjetek, és akkor a nézőinknek valamit mondjunk abból, ami olyan sok... Ti nagyon régóta ismeritek egymást, ugye? Igen. Nagyon szépen köszönöm a meghívást. Amikor tegnap este kaptam a telefont, hát először meglepődtem, de aztán nagy öröm töltött el, hogy rám gondoltatok, és tulajdonképpen ma van az öröm vasárnapja. Tehát nem egy akármilyen vasárnap, hanem az advent harmadik vasárnapja, az öröm vasárnapja. És ilyenkor az embert olyan különös érzések töltik el a karácsonyi várakozással kapcsolatban. Óhatatlanul feltorulnak azok a gyermekkori emlékek, amik az adventi készülődés kapcsán az emberben felmerültek. Amikor nagy lakásunknak a konyhájában, amikor kimegyek, ilyenkor adventben mindig láttam magam előtt nagymamámat, aki gyönyörű hangján ilyenkor már karácsonyi énekeket énekelt, és pici kezével rakta és illeszgette az karácsonyi apró süteményeket, és hát ezek olyan élmények, amik az embernek a szívét, lelkét megérintik, és örül, hogy emlékezhet rájuk. Úgyhogy nekem már nem csak ma van öröm vasárnapja, hanem tegnap volt öröm szombatja is, mert Gyöngyösön voltam egy nagyon szép adventi irodalmi zenés esten, és amikor hazajöttem, akkor beszéltünk Editkével telefonon, mert láttam, hogy keresett, de én akkor nem tudtam felvenni, mert úton voltam, és mondta, hogy jövök holnap, vagy megyek be holnap a Bónum televízióba. Mondom, Editke, akkor találkozunk, mert én is megyek be, igen. Úgyhogy dupla öröm volt. Igen. Szombat is, és meg a vasárnap is. Ez a televízió arra törekszik, hogy az egész emberhez szóljon, a teljes emberhez, testestül, lelkestül, és ugye a testének nagyon fontos, hogy kapjon orvosi tanácsokat, szempontokat, úgyhogy ezért örültünk neked a múltkor is minden alkalommal, amikor téged vagy bármelyik orvos be tudunk hívni, mert az Istennek az életünk minden területe fontos. Igen. Beleértve a testi valónk is. Igen. Én ehhez annyit fűznék hozzá, hogy az advent, ugye a várakozásnak az ideje, hogy mennyire fontos a várakozás. Ebben a rohanó világunkban az emberek elfelejtenek várakozni. Mindent most azonnal rögtön szeretnének tudni tenni. Ugye a technika nem volt ilyen fejlett még gyerekkorunkban, és a várakozásnak megvan a maga szépsége. Amikor valamire várakozunk, akkor foglalkozunk a gondolattal, szeretteinkkel. Nem csak az, hogy mit szeretnénk ajándékozni, hanem ugye a lelkünk egy kicsit megpihen, megnyugszik, feltöltődik, tehát mondhatnám, hogy a várakozásnak egy lélek nemesítő feladata is van, türelem és várakozás, ezt valahogy vissza kellene hozni egy kicsit a mindennapjainkba. De bocsáss, jó. Én is azt hiszem, hogy az ember életében talán a legszebb megtartó erő egyrészt a várakozás, és különösen ez a várakozás, mert az ember mindig várakozik, de ezek a várakozások nem mindig teljesülnek. Néha szerencsére, néha nem. De akire most várakozunk, abban soha nem fogunk csalódni. Ő 2000, több mint 2000 éve minden esztendőben megérkezik hozzánk. És az ember életében a legnagyobb megtartó erő, én azt hiszem, hogy van kire várni, van kit szeretni, és van kinek adni. És hát természetesen kizárójelben az is öröm, hogy van kitől kapni. Igen. Egyébként nekem a várakozásról, meg arról, hogy orvos vagy, eszembe jutott az olyan fajta várakozás is, ami inkább nehéz. Várakozni mondjuk egy váróteremben, az orvosi váróteremben, várakozás a buszra, vagy a villamosra. Tehát olyan vagy egy gyógyszerhatásra, hogy meggyógyulok, hogy nem gyógyulok. Igen, ez természetesen. De hogy ez is olyan idő lehet, ami a lelkünk épülésére szolgál. Igen. Észreveszük-e azokat a kis lehetőségeket? Igen. Jó, negyed óra a buszig, vagy vonatra várok, de ezt tudom hasznos. Én döntöm el, hogy most hasznosan töltöm, vagy igen. Sem.
A mindennapi gyakorlatból nagyon érdekes kis életképeim vannak a várakozással kapcsolatban. Ugye nagyon zsúfolt szakrendelésen telnek napjaim, és bizony van csúszás, van egy komplikáltabb eset, jön egy mentő, tehát nem lehet percre pontosan betartani az időt. És nagyon gyakran fordul elő, hetenként többször is, hogy mondjuk bejön egy kedves beteg, és bizony kellett neki egy kicsikét többet várni. Beszélgetés közben derül ki, hogy olyan problémája van, ami esetleg kórházat igényelne. Erre csöng a telefon, lemondanak egy kórházi helyet. Erre mondom, de tetszik látni, érdemes volt várakozni, vagy lemondanak egy MR helyet, vagy jön egy új lehetőség, ami hogyha abba az időbe kerül be a beteg, akkor az nincs, az elmegy. Tehát mindig azt szoktam mondani, hogy természetesen igyekszünk tartani az időt, de nagyon sokszor annak a várakozási időnek van olyan pozitív eredménye, ami mondjuk ugye nincsenek véletlenek, szoktuk mondani. Úgyhogy ez fontos. Ha a főorvosnőre gondolok, vagy említést hallok róla, akkor nekem két dolog jut mindig elsősorban eszemben, a muzsika és a karácsony. A muzsika az, hogy ő nagyon-nagyon sok hosszú évek óta jótékonysági koncerteket szervez a második kerületben, ami most már nagyon-nagyon híres, és bejutni nem lehet. Hónapokkal előtte elfogynak a jótékonysági jegyek. A másik pedig a Kapás utcai rendelőintézet, amelynek ő az egyik vezető főorvosa. Ott is hónapok előtt a főorvosnő saját kezűleg megveszi a hatalmas, gyönyörű fenyőfát, amiből karácsonyfa lesz. És aztán mindenki annyira várja azt a pillanatot, amikor valaki megcsöndíti a csengőt, talán az általában. Angyal, igen. Igen, az angyal, igen. Igen. A mindenkori angyal, és akkor egy ilyen varázslatos esteket, délutánokat szerez mindenkinek, aki ezeken a rendezvényeken részt. Ott a rendelőben? A rendelőintézetben, igen. Ez a 30 éve 30 történt éve. Az első kollégáknak karácsony. Kollégáknak és a dolgozóknak, nem kollégáknak is. Igen. Valamennyi kollégának. Igen. De a hangversenyeket a az az egész szabad közösség, tehát a második kerület. De jönnek nem csak a második kerületből. Viszont a bevétel az a második kerületi egészségügynek a javára szolgál. Na igen. Hát, hogyha ilyen nagyszerűen lehet, hogy akkor majd segítséget kérünk valami jó kis koncert szervezésében a televízió javára. Ma vette meg a Kapás utcai karácsonyfát, hogy a témánál maradjunk. Igen. Hát sajnos a Covid miatt tavaly meg idén is azok a legendás, nagyon szép karácsonyi műsorok, aminek ugye főszereplője hosszú-hosszú évtizedek óta Mohai Gábor a gyönyörű verseivel. A kollégák már mindig kérdezik, na Mohai Gábor milyen szép karácsonyi novellát fog nekünk mesélni. Sajnos idén elmarad a Covid miatt. Az intézetünknek van egy nagyon szép könyvtárterme, amit ilyenkor adventben ünnepi díszbe öltöztettünk, Gábor tudja, feldíszítve karácsonyfa, nagyon-nagyon szép, bensőséges, meghitt hangulat, de sajnos a Covid miatt idén ez elmarad, viszont egy nagyon gyönyörű, szép, magas, 3 méter magas normán fenyőt vettem ma, és azt a rendelőintézetnek az aulájában ott fogjuk feldíszíteni, hogy mégis valami kis karácsonyi hangulat legyen. Így aztán nem csak a dolgozóknak, hanem a betérő betegeknek is. A betérő betegeknek is. Láthatják ezek szerint. Ilyen még nem volt. Tehát a főépületben, ahogy bejövünk, kartonozó, meg triázs, meg hormok, hőmérő, mindenféle ilyen szigorú dolgok a járvány miatt, és egy csodálatos feldíszített karácsonyfában tudnak gyönyörködni majd a betegek. Ami hozzátartozik a karácsonyhoz, az az ajándék, amit adunk, és azt, hogy milyen jó adni, nagyon sokszor szoktuk hangsúlyozni, hogy adni nagyon jó, de azt a részét, hogy milyen nehéz kérni és elfogadni, azt nem szoktuk hangsúlyozni, pedig mi most ilyen helyzetben vagyunk, hogy kérnünk kell és elfogadnunk. Hát az ajándékozás, én azt szoktam mondani, hogy az ajándékozás az egy külön művészet.
mondjuk az adventi várakozás erre is lehetőséget ad, hogy az ember átgondolja, hogy kinek szeretnék ajándékozni. És akkor foglalkozom annak a szeretett személynek az egyéniségével, a tulajdonságaival, minek örülne. Úgy is lehet, hogy automatikusan az ember bemegy, az első dolgot megveszi, kész. Na, ezen is túl vagyunk. Ezt nagyon nem szeretem, amikor azt mondjuk valamire, hogy ezen is túl vagyunk. Hanem az ember valahogy olyan legyen annak lelke, szíve, egy személyre szabott ajándéknak. Itt az ajándékozás kapcsán eszembe jut egy nagyon aranyos gyerekkori emlékem, amikor ugye hát a Jézuska hozza a karácsonyfát, és mint kislány egyik éjszaka fölébredtem, és láttam, hogy a konyhában ég a lámpa. Hát oda mentem, és a kulcslukon bekukucskáltam, és nagypapám akkor festette, ugye dióval, az ezüst diókat, az aranydiókat, pici szögecskét vert be, aranyszalagocskára, és azok voltak a díszek a karácsonyfán. Nagypapa nagy mestere volt a meglepetéseknek, és én pedig sajnáltam elrontani az ő örömét, úgyhogy én erről nem beszéltem, hogy én ezt láttam titokban, de mind a mai napig olyan nagy-nagy szeretettel őrzök, megmaradt az évek során egy-egy ezüst dió, meg egy aranydió, és egy ilyen 60-as években ilyen kis csillámporos kis angyalka szárnyacskával, és amíg ez az emlék díszecske nincs fenn a karácsonyfán, addig az emberben van egy olyan nyugtalanság. Amikor már ezek a családi emlékek ott vannak, akkor már az ember érzi, hogy visszatért a gyerekkori karácsonyi emlék. Ha említetted a kérést, és azt, hogy milyen nehéz kérni, akkor én ezt most megpróbálom így a házunk tájára levetíteni, hogy bizony mi évente legalább háromszor, négyszer kénytelenek vagyunk kérni a nézőktől azért, hogy például most leülhessünk itt beszélgetni karácsonykor, vagy egyéb műsorokat tudjunk megcsinálni. Azt hiszem, talán főorvosnő is észrevehette, hogy itt, amióta itt járt, itt mindig valami pici változik, de ebben nagy része van a mi nézőinknek, akiknek ezt nagyon-nagyon hálásan megköszönjük. Viszont talán magunknak kell azt mondanom, hogy amikor a nézők segítségével mi gyarapodunk technikailag, személyzetileg, ilyen csúnyán mondjam, akkor valamilyen úton, módon meg kellene kérdezni a nézőket, hogy és mit várnak ezért cserébe? Esetleg, hogy milyen műsort szeretnének, hogy mit szeretnének hallani, mit nem szeretnének látni, miből szeretnének kevesebbet, miből szeretnének többet. Ennyivel tartozunk, nem a nézőknek, ha már nagy tisztelettel megköszönjük az ő óriási segítségüket. Így van, és erre van is lehetőség, hogy elmondják, hogyha hívják a 061-780-80-85-ös telefonszámot, mert nem tudom, hogy mondták-e a kollégák, hogy 24 órás élő szolgálatunk van. Persze örülünk, hogyha nem az éjszaka kellős közepén ébresztik a munkatársakat, de van rá lehetőség. Igen. Tehát bármikor elmondhatják, hogy mi foglalkoztatja őket. Tehát annyi visszajelzést kapunk, és annyi megerősítést, hogy imádkoznak értünk, mert valahogy ez a legfontosabb. És persze hát az is, hogy igen, azért tudjunk fejlődni, az anyagiak is fontosak. Igen, és azt is sokszor elmondtuk már, meg a nézők nagy része tudja, hogy a Bónum, vagy LVTN televízió, Magyar Katolikus Televízió, se az államtól, se az egyháztól nem kap támogatást. Megmondom őszintén, hogy én ez utóbbit jobban fájdalom. Ennek biztos megvan az oka, a magyarázata. Nem biztos, hogy én ezt 100%-ig el tudom fogadni és meg tudom érteni, de el kell, hogy fogadjam. Ezért van nagyon nagy szükség arra, hogy támogassak a néző és a Bónum televíziót. A Bónum televízió az valami olyan pluszt ad az embereknek, amit egyik televízió sem ad meg. Ugye manapság 40, 50, 60 lehetne fokozni, hogy hány csatornát lehet fogni a televízión. Az embernek vannak kedvenc csatornája, amit megnéz, de hogyha csak úgy egyszer pusztán kíváncsiságból végig szörföz a csatornákon, akkor háború,
erőszak, terrorizmus, mindenféle borzalmak. Egyszer csináltak egy statisztikát, egy amerikai statisztikát, hogy egy kisgyerek, aki otthon van és nézheti a televíziót, körülbelül 72 erőszakos bűncselekménynek a szemtanúja, az a pici gyerek otthon. Tehát ez nem jó. Viszont amint az ember a csatornára rááll a Bonum televízióra, akkor megszállja valamilyen lelki nyugalom. Tehát a Bonum televízió sugározza nem csak a hitet, hanem azt a lelki nyugalmat. Tolmácsolja az emberek felé az időtálló értékeket. Ugye nem mindenki tud eljárni lelki gyakorlatokra, vagy nincs mindig ideje elvonulni, imádkozni, elzarándokolni. De hogyha rászán egy napot, és a Bonum televízió előtt eltölti, lelkileg feltöltődik, úgy, mintha egy lelki gyakorlaton venne részt. És nagyon-nagyon értékesek a kedves vendégatyákkal folytatott beszélgetések. Sugározza a nyugalmat, az élet kérdéseire a megoldásokat, a megnyugtatást. Tehát egy fix, nyugodt lelki támpont a zaklatott világunkban, és ez nagyon fontos. Igen, és hogy mennyire összefügg a test és a lélek egészsége. Igen. Feltétlenül. Mert nem lehet az, hogy a nap 24 órájában, ugye hát a munkahelyen mindenkinek megvan a maga gondja, baja. Eleve egy felgyorsú, stresszes világban élünk, amit most ez a világjárvány, ez is megszínesít egy kicsit. Akkor vannak az embernek ugye olyan egyéb problémák, hogy mit tudom én, elromlott ez is az a háztartási eszköz, el kell vinni a kocsit a szervizbe, ilyen apró dolgok. Hát mikor van az a fél óra, egy óra a nap folyamán, amikor leülök, ezt a sok-sok stresszt leengedem, és egy picikét táplálkozik a lelkem, vagy hallgatok egy gyönyörű zenét, vagy valamelyik atyának, vagy apácával való lelki beszélgetést, amire az ember úgy vágyódik, és mind a szivacs issza magába. Vagy egy-egy vers. Hát az... Hát a vers. Hát, ugye? Igen. Hát én a versek. Azt igen. Szeretem, hogy nálunk még vannak versek. Igen. 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 Nincs is még egy olyan televízió, én most személytől függetlenül mondom, ahol minden nap, akár többször is igen. Versek hangzanak el, és kizárólag magyar költők versei. Emlékszem rá, egy pillanatra, néhány évvel ezelőtt, mikor főorvosnővel találkozgattunk, beszélgettünk, akkor mindig kérdezte, hogy mi van a Bonum televízióba, hogy sajnos neki nincs Bonum televíziója. Igen. És egyszer olyan örömmel mondta, hogy megvan a Bonum televízió. Azért, mert szolgáltató. Nem, úgy volt, én UPC is voltam. Igen. És akkor mondja Gábor, hogy csak a T-komnál lehet fogni a Bonum televíziót. Ez akkor volt. Akkor volt azóta. Igen. És ugyan sok-sok elfoglaltság miatt nem jutottam be a Mamutba, hogy elmenjek és leiratkozom a UPC-ről, és átiratkozok a T-komra. Teltek múltak a hónapok, nem olyan sok, 2-3 hónap, amikor este csöng a telefon, és mondja Gábor, hogy Editke, van egy jó hírem, a UPC szerződött a Bonummal, tehát nem kellett átváltanom szolgáltatóra, és hát nagyon nagy örömmel néztem, és azóta hát a Bonum televízió, meg a Mária Rádió, meg a ezeknek a műsorai, ezek a lelki felüldülés. Aztán, ha más nem, akkor egy SMS-t váltunk, megírja, hogy főorvosni, hogy egy-két szóban, hogy mi megy most a Bonum TV-ben, nézze. Igen. Gábor, ez a vers gyönyörű. Igen. Hát én nagyon remélem, hogy nézőink is így egymásnak küldik az SMS-t, most kapcsolja, most nézzet, és most már sok szolgáltatóval vagyunk kapcsolatban, tehát érdemes utána nézni, és aki még nem tudja fogni, érdemes fölkeresni a szolgáltatót, kérni, és akkor egyszer csak abba a csomagba is adni fogják. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek, hogy beszélgethettünk. Én is köszönöm, és nagyon köszönöm. Köszönöm. Mackó Marikának, Máriának kaptam egy ilyen gyönyörű kis angyal tőle itt most ajándék, meg egy írást, és majd ezt én el fogom magamnak olvasni.